Az új egészségügyi törvény kapcsán már több mint 5000 dolgozó, egészségügyi dolgozó jelezte a Magyar Orvosok Szakszervezetének, hogy nem írják alá az új szerződésüket. Ezzel kapcsolatban a hét elején Csat című műsorunkban Holdik István a következőket mondta. Ő a Fidesz kommunikációs igazgatója, ugye, tehát ezért ilyen szempontból érdemes figyelni a szavaira. Szerinte jelenleg is zajlanak a tárgyalások, a létszabályozásokat, illetően a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között minden szakmai részletben, a vezényléstől a magánpraxis és a kórházban elvégzett munka összehangolásáig mindenben lesz megállapodás. Az orvosokat az egész változás csak pozitívan fogja érinteni, és az átdolgozott törvényjavaslat vissza fog kerülni majd az országgyűlés elé. Ehhez képest tegnap Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke pedig a következő közleményt tette közzé. Pontosabban írt is ezzel kapcsolatban a kommunikációs igazgatónak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának, melyben azt írja, hogy 2020. október 6-a a törvény megszavazása óta többszörös kérésünk ellenére semmilyen egyeztetés nem történt. Az egyeztetést és a készülő norma szövegek megismerését változatlanul szükségesnek tartjuk. Ezt a nyílt levelet írta tehát a Magyar Orvosi Kamara elnöke Kincses Gyula. Ez az ő véleményük, de hogy mit gondol erről a Magyar Orvosok Szakszervezete, illetve annak elnöke, azt most fogjuk mindjárt megtudni, hiszen itt van a stúdióban már vendégünk. A következő percekben vele beszélgetek, majd Tóth Judit alelnökkel. Kezi csókolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szóval mit gondolnak a kialakult helyzetről? Úgy gondoljuk, hogy igaza van Kincses Gyula elnök úrnak abban, hogy valóban nem történnek jelenleg érdemi egyeztetések a részletszabályokról, illetve a törvény módosításáról sem. És úgy gondoljuk, hogy viszont az idő rendkívül szorít, gyakorlatilag 6 nap múlva, november 18-án hatályba lépne ez az új törvény. Ugyanakkor a járványhelyzet pedig egyre súlyosabb lesz, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan helyzet, amikor tehát nem aktuális most szerintünk erről a törvényről vitatkozni. Tehát jelenleg a járványhelyzet megoldására kellene fókuszálnunk. Az egészségügyi dolgozóknak minden energiáját, minden idejét arra kellene fordítaniuk, hogy tehát a betegekkel foglalkoznak, a szervezést próbálják megoldani, és a kialakult egyre súlyosabb helyzetet próbálják feloldani. Örök tehát nem aktuálisnak tartják ezt a dolgot, tehát később elhalasztanák, vagy pedig egészen más feltételeket szeretnének elérni? Mind a kettő. Tehát úgy gondoljuk, hogy ebben a formában ez a törvény, ez a keretrendszer, ez nem elfogadható az egészségügyi dolgozók számára, több okból sem. Egyrészt már a bevezetésének a módja is rendkívül sérelmes volt, az, hogy ezt egy nap alatt gyakorlatilag átnyomták ott parlamenten, ezt nagyon sokan sérelmezik, mindenféle érdemi, széleskörű szakmai és társadalmi kommunikációs konzultáció elmaradt. Másodszorban rendkívül hátrányos az egészségügyi dolgozókra, tehát jóval hátrányosabb, mint a korábbi hozzáalkalmazotti jogállás. Mire gondol itt konkrétan, hiszen komoly béremelésekről is van szó ennek kapcsán, esetleg a másodállások megszűnése, hogy mi az, ami leginkább zavarja önöket? Azért megjegyzem, hogy béremelést csak az orvosok kapnak ebben a törvényben, ugyanakkor a korlátozások minden egészségügyi és egészségügyben dolgozóra vonatkoznak. Ez nagyon fontos, ezt sokszor elfelejtjük, hogy gyakorlatilag egy új jogállást az ápolóknak, műszaki dolgozóknak, hogy semmilyen plusz kompenzációt ők ezért nem kapnak. Melyek azok a feltételek ezen a szabályozáson belül, amik leginkább bántják önöket? Kifejezetten sérelmes az, hogy ennek a törvénynek kb. 23 olyan pontja van, amit majd kormányrendeletekkel akarnak meghatározni. Ez egy nagyon nagy fokú jogbizonytalanságot okoz. Az is rendkívül hátrányos, hogy korábbi aránylag az alkalmazottak számára biztonságos közalkalmazotti jogviszonyból egy teljesen bizonytalan rendszerbe kerülnek bele, jóval könnyebb lesz őket, számukra fel lehet majd mondani sokkal könnyebben, és van ez a nagyon, vannak különböző ilyen sérelmes pontok, mint a kirendelés. Erről nagyon sokat beszéltünk. Ez két esztendőre érvényes. Egy plusz egy évre, ugyanakkor itt nincs olyan korlátozás, hogy mondjuk egy másik pozícióra ne lehetne újabb egy évre, vagy újabb egy évre kirendelni a dolgozót. Tehát gyakorlatilag ez egy végtelen idejű kirendelést is jelenthet. Mindenféle a törvényben megfogalmazott garanciális korlát nélkül. Szintén
sérelmes a másodállások ilyen fokú tiltását. Gyakorlatilag a szabad vállalkozáshoz való alapjogát sérti az egészségügyi és egészségügyben dolgozóknak ez a törvény. Hát gondolom, ugye arra hivatkoznak, nem gondolom, konkrét ezt meg is mondták, hogy a komoly béremelések az orvosok esetében legalábbis elegendő jövedelmet biztosítanak majd ahhoz, hogy ne kelljen másfele is plusz munkát keresniük. De beszéljük egy kicsit konkrétan most a napi helyzet, járványügyi helyzetről, abban arról, hogy abban hogyan tudnak helytán az egészségügyi dolgozók, mennyire túlfeszítettek már most is a keretek, és mennyi tartalék van még a rendszerben, hiszen aminap hallhattuk, hogy a tervek szerint, vagy az előrejelzések szerint egy hónapon belül akár meg is duplázódhat majd, vagy háromszorosára is növekedhet majd a kórházi helyek, az intenzív osztályok helye iránti igény. Fogja ezt bírni az egészségügy, hogy látja? Az, hogy fogja bírni az egészségügy, pontosan megmondani szerintem jelenleg nem tudjuk, de sajnos azt kell mondjam, hogy nem túl jók a kilátások. Tehát már most azt halljuk, hogy napok alatt betelnek az újonnan megnyitott intenzív osztályok is, illetve nagyon nagy területi különbségek vannak, tehát van, ahol még elég jól állják a sarat, azt kell, hogy mondjam, de más területeken már azért jeleznek olyat, hogy mind gyakorlatilag a személyzet olyan fokban hiányzik, hogy nem tudják érdemben kiállítani a műszakokat, úgyhogy megfelelően szakképzett dolgozókat tudjanak az ágyak mellé állítani. A kormány részéről mindig olyan megnyugtató hírek jönnek, hogy van elég, lesz elég lélegeztetőgép, szakdolgozó, stb. Miközben hát látjuk, hogy ennek most már lassan a kereteit, a határait súroljuk. Mit gondol arról, hallottunk a minap egy nyilatkozót, egy szakértő virológus részéről is, azt hiszem, hogy ugye mindig felvetődik a kérdés, igen, de mit lehet tenni? Hát most hirtelen nem lesz ugye több orvos, több szakápoló, hogy lehetett volna viszont a nyár folyamán, és vajon történt ezzel kapcsolatban valami, egy-egy egészségügyi intézményből szóltak erről hírek, de vajon szervezetten történt ilyesmi, és ha nem, akkor miért nem, hogy tudnék szakdolgozókat, orvosokat részben képezenek, átképezenek, kiképezenek a lélegeztetőgépek használatára, mert a legszűkebb keresztmetszet ugye ez. Igen, ez egy nagyon fontos dolog lett volna, hogy erre már az elmúlt fél évben intenzíven képezzék a dolgozókat, és megszólítsák őket, bevonják, toborozzák őket. Tehát ilyen felhívásoknak kellett volna lenni, hogy adott esetben, aki akár már pályaelhagyó vagy más területre ment dolgozni, most menjen vissza, kapcsolódjon be. Tehát voltak képzések, nem tudom, hogy egy hetes képzésben vettek részt a rezidensek, de hát azért a lélegeztetőgép használatát azt évekbe telik megtanulni, tehát ezt nem fogják tudni gyors talpaló tanfolyamon elvégezni. Ugyanakkor a különböző egyéb folyamatokban, hogy segítség, támogassák az intenzív szakorvosok munkáját és a szakápolók munkáját, erre lett volna lehetőség, hogy erre kiképezzenek dolgozókat. Ez sem egy-két hét lesz sajnos. Hogy látja, ugye arról is szólnak a hírek, hogy különböző osztályokról teljesen más szakértelemmel rendelkező képzett orvosok, de nem járványügyben is, főleg nem a lélegeztetőgépek használatában és ilyen krízis helyzetekben való helytállása kiképzett orvosokat vezényelnek át. Ez mennyire lett szakmailag probléma, mármint a betegek mellé, a járványban szenvedő betegek mellé? Ez mindenképpen probléma lehet, mert mondom, tudnak segíteni bizonyos alapvető dolgokban, tehát nem azt mondjuk, hogy teljesen haszontalan, hogy őket oda vezénylik, ugyanakkor a tapasztalt intenzíves szakorvos és intenzíves szakápoló, gyakorlatilag olyan, mint egy pilóták a repülőgépen. Tehát tudunk nekik segítő személyzetet adni, de a gépet akkor is nekik kell vezetni, a lélegeztetést akkor is nekik kell alapvetően irányítani. Ez bonyolultságában tudnám hasonlítani egy bonyolult szívműtéthez. Tehát nem fogják azt se tudni megtanulni egy-két hónap alatt, ugyanúgy az intenzívesek szakmunkája, ez ehhez hasonló összetettségű munka. Miben látja ön a megoldás lehetőségét, ha már így alakultak a dolgok, nyilván törvényszabályozással kapcsolatban vannak észrevételek, de konkrét teendők, bár nem tudom mennyire szakterülete ez, de mégis hát rálát gondolom erre a helyzetre. Mit javasolna most a következő egy-két hétben, mivel lehetne menteni a helyzetet? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos intézkedések már elindultak, tehát az elektív ellátások leállítása, halasztható ellátások leállítása nagyon fontos volt. Amint már említettem is, most is a képzés nagyon fontos, tehát az, hogy szervezett formában nyújtsanak segítséget és támogatást az oda vezényelt dolgozóknak. Én a továbbra is a toborzást is nagyon fontosnak tartanám, hogy tegyenek fel, tehát hirdessenek meg több pozíciót, és adott esetben a pályaelhagyók is jelentkezhetnének, illetve a nem az intenzív osztályra, de az általános COVID osztályra, az általános kórházi osztályokra, akár még a képzetlen munkaerő bevonása is fontos lehet. És én tudom, úgy gondolom, hogy napirenden van egyébként az orvostanhallgatók és az egyéb egészségügyi hallgatóknak is a bevonása. Ez is fontos lépés lehet, viszont én úgy gondolom, hogy itt ebben a helyzetben nekik
is valamilyen fajta munkaviszonyt kell teremteni, és megfelelő, megint a képzés, tehát ez kikerülhetetlen, hogy online formában gyakorlatot is biztosítva nyújtsanak. Nem ezekkel már előrébb lennénk, illetve amiben a társadalom tud segíteni, az az, hogy ezeket a korlátozásokat azért fegyelmezetten betartjuk, mert az egészségügyi ellátórendszer tényleg nagyon véges a kapacitása, tehát az, hogy milyen iramú a beáramlás, az egyrészt fog függni sajnos egyébként az elmúlt 2-3 hétnek az eseményeitől, de az, hogy mikor áll le ez, az pedig fog attól függni, hogy mennyire tudjuk a kontaktusok számát csökkenteni, mennyire vagyunk fegyelmezettek. Tóth Judit, köszönjük szépen, hogy eljött és elmondta mindezt.